Bizonyára észrevehettétek már, hogy mostanában olyan számítógépeket keresek, amikor vannak ilyen PC-s bemutatók, amik árérték arányban gyakorlatilag teljesen jók. Nyilvánvalóan nem a legdrágább kategória, még a megfizethető, és mellé párosul egy elég jó teljesítmény. Na most ez a gép, ami itt van mellettem és amit meg fogunk nézni, abban egy Asus TUF 1660-as DDR5-ös 6 gigás videokártya van, ami azt gondolom, hogy a mostani játékoknak egy nagyon nagy részére elegendő, bőven-bőven jó futással, úgyhogy ezt a gépet letesztelni, akit érdekel, tartson velem, hiszen nem sokára kezdünk. Most kezdünk. Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és az imént bemutatott számítógépet fogom nektek letesztelni, és megnézzük, hogy mit is tud valójában. Ugyanis eléggé nagy igény van erre, és tényleg nagyon-nagyon sokan írtok azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz már számítógép tesztelős videó, hogy ezt meg amazt teszteljem le. Meg ugyanblokk úgy érzem, hogy meg látom is, hogy várjátok ezeket a videókat, sőt, mostanában azt gondolom, hogy leginkább ezeket a számítógépes videókat, tesztelős videókat várjátok a leginkább, hiszen valljuk be őszintén, nem mindenki mer, vagy akar, vagy egyáltalán szeretne megvenni olyan számítógépeket, amiről gyakorlatilag nem tud semmit. Úgyhogy igenis van ennek létjogosultsága ezeknek a videóknak, és örülök is neki, hogy egyébként elég nagy interakció van ezeknek a videók alatt, úgyhogy ami külön köszönet. Úgyhogy hát nem tudom, vessük bele magunkat, és a végén meg nézzünk egy véleményt. Úgyhogy kezdjük egy gyors teszttel, nézzük meg, hogy mit is tud valójában. Na akkor vessük bele magunkat a közepébe és nézzük meg, mit is tartalmaz a 9. generációs Foramax Intel Game PC. Az alaplap szokás szerint ismét egy Asus, most egy Prime H310M-K, ami véleményem szerint egy elég jó választás, bár alaplapok terén az Asusszal tulajdonképpen nem igazán lehet mellé fogni, megbízhatóak, tényleg jók. A processzorunk jelen esetben egy felső kategóriás i5 9400F turbós, 4,1 GHz-es, memória szintén egy fontos dolog, ha ebben a gépben gondolkoztok, akkor mindenképpen spekuláljatok, hogy eléggé a 8 GB, igaz 2666 MHz DDR4, de ha mondjuk streamelni vagy videót vágni szeretnétek, akkor azért nem árt még 8 GB-t belevásárolni, amit a weboldalon keresztül egy kattintással hozzá is tudtok adni. A gyorsaság biztosítása miatt egy remek Kingston A400-as kapott helyett 480 GB SSD, ami garancia a gyors Windows indulásra és a játékok gyors indítására is. A videokártyánkra sem lehet panasz, Asus TUF GTX 1660 Gaming 6 GB-os DDR5 memóriával, hát ezt szerintem senkinek sem kell bemutatni, remek kártya. Táp a szokásos FSP 500 watt, ami bőven elegendő ezen alkatrészek megfelelő áramellátását kiszolgálni és működtetni, végezetül szintén a szokásos házmárka a Deepcool D-Shield V2, ezt látjátok is most belülről, letisztult, elegáns és ami a legfontosabb, remek rendet lehet benne tartani, kábeleket eltüntetni, egy szóval tökéletes választás, és a Foramax nagyon-nagyon szépen összerakja, úgyhogy ebben sincs gond. Ha már gamingről beszélünk, akkor két e-sport játékot fogok tesztelni ma. Az egyik a szokásos Fortnite, hiszen annyian játszotok vele és annyi kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy mi mennyi FPS és ezen vagy azon megye, hogy igazából nem hagyhattam ki. A másik pedig az FPS zabáló Counter Strike Global Offensive lesz, úgyhogy lássuk. A Fortnite-nak alapvetően nincs nagy gépigénye, viszont ahhoz, hogy megfelelően, akár versenyszerűen tudj vele játszani, már egy másik aspektusból sem árt megközelíteni. Oké, hogy nagyon sok gépen eldöcög 50-60 FPS-sel, ami igazából még játszható is, viszont ahhoz, hogy profin, gyorsan és hatékonyan tudj építeni, és egyes helyzetekkor jól helyezkedni, oda már ennél több kell. Nem árt beszerezni hozzá egy 144 Hz-es monitort, viszont hogy ki tud élvezni ezt a teljesítményt, oda bizony a fix 144 FPS-nek is meg kell lennie. A beállításaim elég szélsőségesek, hiszen a fontos dolgokat maximumra, a kevésbé fontosokat pedig gyakorlatilag teljes egészében lowra vagy offra tettem. Igazából így is ezen a gépen rendkívül hatékonyan muzsikált, néhol még a 250 esetenként a 300 FPS is megvolt, az átlag pedig kb. Olyan 160-190 között mozgott, ami azért nem is olyan rossz egy középkategóriás számítógéptől, ami egyébként árban elég kedves. Laggokkal egyáltalán nem találkoztam, amik esetenként számítógép eredetűek lettek volna, és teljesen tisztán, folyamatosan, akadásmentesen üzemelt megfelelő beállítások mellett. Aki FPS függő, annak jó hír, ezeknél a számoknál valamivel többet is tudsz, hiszen az általam epic, tehát maxra tett beállításokon is van még mit változtatni, ezzel növelve az FPS számot. Szóval összességében erre és a hasonló igénybevételű játékokra gyakorlatilag tökéletes választás, nem kell izgulnod, simán vinni fogja. A másik játék, amit gondoltam, hogy megnézzünk ezen a gépen, az a Cségó. A Cségó egy olyan játék szintén, ahol az FPS az egyik fő szempont ahhoz, hogy megfelelő sikereket érj el a játékban. Sajnos ez is, ahogy a Fortnite, azoknak kedvez, akiknek olyan számítógépük van, mely valamelyest átlag feletti és ezzel valós előnyhöz tudnak jutni egyes helyzetekben. Az eddigi géptesztek alkalmával gyakorlatilag egyszer sem volt vele gond, viszont ha jól emlékszem, ez a második legolcsóbb gép, amit eddig megnéztem, és őszintén szólva ez a gép az egyik kedvencem, hanem a kedvencem. Ez és az ehhez hasonló gépek azok, amikért ezeket a videókat készítem, hiszen az árértékarány szempontjából ez eléggé kiemelkedik. Alapvetően elfogadom, hogy a 200 000 forint nem kis összeg, viszont ha arra gondolunk, hogy egy mostani videókártya is kerülhet ennyibe, sőt akár kétszer ennyibe, akkor ebből a nézőpontból ezt a gépet hívhatjuk egy nagyon olcsó gépnek, és igazából egy ennyire olcsó gépen is ezek a népszerű játékok remekül helytállnak, szóval akik esetleg nem akarnak, vagy nem tehetik meg, hogy szinte mindenből a legdrágább holmikat pakolják bele a gépházukba, azoknak ez egy nagyon jó alternatíva lehet. Visszatérve a Cségóra, stabilan közepes beállításokon hozta a 220-280 FPS, ami már egy elég szép szám és bőven a remekül játszható kategória, amivel már nem igazán vannak hátrányos helyzeteid. Játszhatom a beállításokkal, de a 200 alá nagyobb felbontás után vagy minőségbeli javulás után sem ment, ami elég jó hír, laggok vagy FPS droppok itt sem jelentkeztek, stabilan, akadásmentesen futott, bátran tudom ajánlani. Hát azóta beesteledett, srácok, viszont volt egy teljes napom arra, hogy leteszteljem a számítógépet. Igazából játszottam Cségóval, Fortnite-tal, kipróbáltam a League of Legends-et és GTA 5-öztem is, úgyhogy gyakorlatilag ráment egy teljes napom arra, hogy nyomkodtam és játszottam és próbálgattam a számítógépet. És ugye említettem már nektek ezelőtt, hogy ez volt a második legolcsóbb gép, amit kipróbáltunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy valóban ez az egyik kedvencem, hanem a kedvenc számítógépem, amit eddig néztünk. Ugye említettem is már nektek szintén, hogy ezek a videók ezek azért készülnek, hogy árérték arányban megfelelő minőségű és áru termékeket mutassunk be, amik jelen esetben most ugye számítógépek, és ez a gép, erre azt tudom mondani, hogy ez tényleg megéri az árát. Tehát az a körülbelül nagyságrendileg 200 000 forint, az bőven elég arra, hogy a mostani játékokat megfelelő minőségben tud futtatni. Tehát mondjuk egy Fortnite-ot vagy egy Cségót, a LOL-nál annyira nem fontos, inkább ennél a kettőnél, a Fortnite-nál meg a Cségónál viszont eléggé fontos az, hogy ugye milyen FPS számmal játszol, hogyan játszol, hogy ott vannak azért előnyök, hátrányok, előbb észreveszed, később észreveszed. Szóval tényleg ezeknél az FPS igényes és FPS zabáló játékoknál abszolút helytált, és ha belegondolunk jobban, akkor igazából 200 000 forintért tudnék venni egy videókártyát, sőt van olyan videókártya, ugye, amit említettem is, hogy kétszer annyiba kerül. Úgyhogy én azt gondolom, ezt bátran hívhatjuk egy olcsó számítógépnek, egy olcsó és egy jó számítógépnek, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom. Amit szerettem volna még így hozzáfűzni így a teszten kívül, az maga az összerakása. A Foramaxnál azért elég sokan írjátok azt, hogy vásároltatok ezt, vásároltatok azt, és mindenhol pozitív visszajelzés volt. Egyébként ez nagyon-nagyon jó, és tényleg nagyon-nagyon örülök neki. Ami nekem visszajött ezekből a gépekből, hogy iszonyat jól vannak összerakva. De tényleg, tehát az a tisztaság, ami itt is van, nem tudom, hogy mennyire látszik most, de hogy gyakorlatilag nincsenek elő a kábelek, sehol, semmi, itt tudom megfogni, ki tudom húzni, itt is ki tudom húzni, de nem látszik semmi, és gyakorlatilag olyan, mint hogy egy üres házam lenne, ami baromi jó, mert iszonyat jól szerelhető, és nagyon-nagyon látványos is. Maga a ház egyébként, arról is akartam még pár szót mondani, mert ez is nagyon-nagyon tetszik. Ugye általában a Foramax gépek, amiket én szoktam nektek bemutatni, azok majdnem mind, sőt, gyakorlatilag mindegyik Deepcool házzal volt felszerelve. Nekem ez a ház ez nagyon-nagyon tetszik. Inkább ilyen elegánsabb ház ez, és nincsen rajta semmiféle fölösleg. Tehát elől egy ilyen fa beütése van, oldalt ugye zárt, viszont a másik oldalon, hát itt is van, ezt megmutatom, az pedig egy félplexitát átlátszó, úgyhogy aki szeretne mondjuk esetleg színes hűtőt, vagy bármit a későbbiekben kicserélni, az abszolút jó választás a ház is, és tényleg ezek a Deepcool házak nagyon jók, és nagyon-nagyon halkak. A másik, amit még akartam mondani, ez a RAM kérdés. Ugye alapvetőleg ebben a gépben 8 GB RAM van, igaz, hogy 2666 MHz-es, de én azt gondolom, hogy ha kicsit komolyabb felhasználásra szánjátok, akkor amit spóroltok mondjuk ezen, hogy mondjuk 2 kilóért vesztek gépet, nem mondjuk 3-4-ért, és marad mondjuk esetleg egy olyan 20-30-40 ezer forint, akkor érdemes lenne belevenni még egy 8 gigásat. 16 tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Még ennél is egyébként. Én nem éreztem, megmondom őszintén, a 8 gigát ezeknél a játékoknál, de biztos van olyan, ahol esetlegesen lehet érezni. Úgyhogy a 16 gigát én azt mondom, hogy érdemes még egy kicsivel bővíteni, és akkor viszont egy nagyon jó kis tuti számítógépet kapunk. Ami egyébként nekem kellemes meglepetés volt, az a 1660-as Asus kártya. Én nem teszteltem még, és nem használtam még olyan gépet, amiben ez a 1660 van. Nagyon-nagyon jól tud együttműködni ezzel az i5-ös procival egyébként. Szóval, hát az FSP tápról meg igazából nincs mit mondani, nagyon-nagyon jó táp, megbízható is. Ugye voltak az elején még szintén géptesztek, ahol mondtátok, hát, hogy azért az a táp az a, nem volt olyan jó, és akkor tették bele igazából utána most már folyamatosan az FSP tápokat, mert azért volt benne igazság, viszont most már ezekben a számítógépekben végig FSP tápok vannak, amik azért elég jó minőségű tápok. Jó? Na, úgyhogy én nagyjából annyit szerettem volna elmondani. Szerintem egy abszolút használható kategóriáról beszélünk. Nagyon jó, nagyon dizájnos, és ami tényleg a legfontosabb, hogy megfelelő teljesítménye van. Jó? Úgyhogy ismételten sikerült találnunk egy olyan árértékalányú terméket, amit megéri bemutatni, és remélhetőleg majd sokatoknak hasznára fog válni, ugyanis sokat írtok nekem relatív, hogy megvetétek ezt, megvetétek azt, hogy használjátok, vagy köszönitek szépen, ezek tényleg nagyon jól esnek. Úgyhogy, hogyha esetleg vesz valaki egy ilyen gépet, vagy használ hasonló konfigurációt, írja már le a véleményét, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, és nem mellesleg jó lenne, hogyha azok, akik mondjuk körülnéznek, vagy néznek, mondjuk a ti szemszögeitekből is tudnák mondjuk a kommenteket olvasni, és nem csak azt látják, hogy én mit mondok, hanem azt, hogy ti is mit mondtok, ezért nagyon fontos, hogy kommenteljetek a videó alá, illetve, hogyha még nem tettétek volna, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára sem, hiszen nem sokára meg vagyunk 80 000, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, illetve van egy Instagramom, @YusuTV, hogyha van kedved, akkor nyugodtan kövess be, ott is megtalálhatsz, és hát találkozunk egy legközelebbi live-ban vagy egy videóban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Én Jusu voltam, sziasztok!